Sziasztok! A mai az ismét egy vlog videó lesz, de egy picit más, mint amit megszokhattatok tőlem, ugyanis az elkövetkezendő napokban több sajtóeseményre, illetve blogger találkozóra is megyek, és arra gondoltam, hogy ez a vlog most ezekről fog szólni. Úgyis mindig kérdezitek, hogy hogy zajlanak ezek az események, meg kíváncsiak vagytok rá. Úgyhogy most megnézhetitek majd. Ma csütörtök van, és nagyjából egy óra múlva indulok a DÁV sajtóeseményére, amit már nagyon várok, mert a DÁV-nak a sajtóeseményei mindig nagyon szép helyen vannak, és mindig nagyon ízléses ott minden, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a mostani milyen lesz. Hogyha ti is kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Said I was too pretty to fight. Now she can't fight. You're gonna mess up that beautiful face. They said I was too fat. Only skinny girls can dress well. On me regarde la tête aux pieds. À comment peut-elle être avocate? They said I didn't dress for my age. They said my nose was too prominent. They said I was too masculine. They thought the catcalling was a compliment. He said you can fix those teeth quite easily. Boyish and ugly. Nyíregyházáról származom, és ott volt, hogy megállítottak az utcán, hogy atya, úristen, te mekkora vagy. Mondtam, hogy jó, hát most megállt, és körbefordultam, mutatottam mindenhol, mekkora vagyok, és akkor ezzel így túllendültünk. Köszönnek általában a barátom, hogy olyan kurva anyában nézel ki már megint. Tehát, hogy én vagyok az a fajta, ugye, aki abszolút nem tud öltözködni. Én az összes írásomban, blogomban el szoktam mondani magamról minden negatívumot, tehát gyakorlatilag kénysapként marolni Romniel, mert nem hagyott rajtam sok minden. Tehát én bevállalom azt, hogy voltam pánikbeteg, meg 90 kilós, meg narancsbőr, karfiol, zöldség, gyümölcs, minden van rajtam. És én erről szoktam tök bátran, tök nyíltan írni. Most értem haza nemrég, lefektettem Lilit, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy picit mesélek arról, hogy mi is volt ez a DÁV rendezvény, amin ma voltam. Hát már eleve a helyszínválasztás elég érdekes volt, ugyanis egy gyártelepen volt az a fotostúdió, ahova mennünk kellett, és egy eléggé romos és elhagyatott épületbe kellett bemenni. Én egy kissé beparáztam, megmondom őszintén, amikor megláttam, hogy hova kell menni, mert hogy sötét volt, egy lépcsőn kellett felmenni a harmadik emeletre, és kicsit ilyen romos, meg ijesztő volt az egész, megmondom őszintén, úgyhogy el nem tudtam képzelni, hogy mi fog várni odabent, de maga a fotostúdió, ahol volt ez az esemény, egyszerűen gyönyörű volt, mindenhol friss virágok voltak, gyönyörűen feldíszítették, nagyon jól nézett ki minden, tényleg külön kis szobák voltak, minden gyönyörűen be volt rendezve, nagyon gusztusos kis falatkák voltak, szóval tényleg le a kalappal gyönyörűen megszervezték ezt az eseményt.
aminek egyébként az volt az apropója, hogy a DAV idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, és ebből az alkalomból egy globális kampányt indítottak, ami az Én szépségem, az én döntésem elnevezést kapta. És ebből az alkalomból készült egy ilyen kutatás tulajdonképpen, aminek az eredményét ott megismerhettük, illetve egy kampányfilm is, amihez 9 nőt kértek fel, tényleg mindenféle különböző karaktereket, divatbloggert, fotós, táncos, modellt, boxolót, szóval tényleg teljesen eltérő nőket, és ők meséltek ebben a kisfilmben arról, hogy ők hogyan is élik meg a szépséget, meg hogyan viszonyulnak ehhez az egészhez. És utána pedig volt egy ilyen beszélgetés 3 ismert nővel. Az egyik Ráskó Eszter, aki szexuálpszichológus, illetve stand-up comedy is. Aztán ott volt még Bihari Viki, ő ugye a Téka Sztorik bloggere, és neki most jelent meg azt hiszem a filmje is egyébként, valamint Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője, és akkor így velük beszélgettek arról, hogy ők hogyan is gondolkodnak a szépségről, hogyan viszonyulnak ehhez az egész témához, hogyan fogadták el magukat, és ez körülbelül egy 1 órás beszélgetés volt, de annyira gyorsan eltelt ez az 1 óra, mert hihetetlen jó hangulata volt az egész beszélgetésnek, tehát tök jól pörgött, tök jó volt a flow-ja az egésznek, annyira humorosan beszéltek, ugyanakkor érdekesen, tök jó volt hallgatni az ő tapasztalataikat, meg az ő meglátásaikat ezzel az egész témával kapcsolatban, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett, és egyébként hihetetlenül sokat nevettünk, mert tényleg nagyon jó humora van mindhármuknak, szóval tényleg élmény volt hallgatni ezt a beszélgetést, és egyébként teljesen feltöltöttem egyébként tőle, szóval úgy jöttem el, hogy tök jó volt, hogy ott lehettem, mert tényleg egy nagyon szuper rendezvény volt minden szempontból. Úgyhogy hát körülbelül, ugye hát úgy volt írva, hogy 10-kor kezdődik, de nagyjából valamikor 10:30 után kezdődött el, és valamivel 12 óra után jöttem onnan el. De mondom tényleg, tehát nagyon jól éreztem magam, és egyébként rengetegen voltak. Nagyon sok blogger volt, sok videós is volt, ott volt például a Herceg Hajni, Inez, Gabi, úgyhogy tényleg sokan voltunk, illetve természetesen voltak újságírók is. És ugye az ilyen rendezvények végén általában mindig szoktunk kapni egy goodie bag-et, egy ilyen kis ajándékcsomagot, amiben egyrészt benne van a sajtóanyag, amiben a legfontosabb információk megtalálhatók, illetve mindig valamilyen termék az adott márkától, úgyhogy természetesen megmutatom a mostani csomagot is. Itt vannak ugye a sajtóanyagok, ezúttal ilyen papíros formában, és ezen kívül kaptam egy ilyen kis dávos szappantartót. Nagyon cuki egyébként. Ez egy ilyen műanyag szappantartó. Aztán kaptam egy DAV testápolót, valamint 2 hajápolót. Ez az Intensive Repair sampon, illetve balzsam. Úgyhogy ez lapult a goodie bagben. A következő rendezvény, amire megyek, a szombat délelőtt lesz a Maybelline blogger találkozója, úgyhogy természetesen ott is vlogolni fogok. Szombat reggel van, és éppen készülődöm, mert hamarosan indulok a Maybelline blogger találkozóra, ami a L'Oréal székházban lesz. Biztos vagyok benne, hogy itt egy páran fel fogják tenni a kérdést, hogyha Maybelline-es eseményre megyek, akkor az miért a L'Oréal székházban lesz? Nos, azért, mert a Maybelline a L'Oréalhoz tartozik, mint ahogyan még sok más márka is.
két új taggal bővült a Maybelline csapata, Issa Kesti, aki a Maybelline szépség nagykövete, vagy itt gölje, és Fazera Sricsi, aki pedig a Maybelline sminkmestere lett. Nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, februárban kezdtük, és az első közös utunk és közös kalandunk az a New York Fashion Week volt mindjárt, mindenkit bedobtuk a mély vízbe. Körülbelül pont ilyenkor mutattuk be a Pusha Dráma Szempilla Spirált, de kijött egy újabb verziója, az Angel, aminek nagyon különleges a kefélye, mert csak az egyik oldalt található, nem kell tőle megijedni, mi alapozó, és most megújult, és mindenhol elérhető lesz, ez a Fit Me Matte Corners. Ennek az a különlegessége, hogy míg az eredeti Fit Me a száraz és normál bőrre volt való, ez inkább a problémás és zsírosabb bőrre való, hiszen mattít, és eltünteti a pórusokat, és kiegészül a Big Shot Szempilla Spirállal. Már látható a csomagolása is, mint nagyon extra, ilyen kis csili-vili csecse. Nekem nagyon-nagyon tetszik. És az összetétele. Ez az eddigi leginkább dusító szempilla spirálunk. Az a különlegessége, mint a Go Extreme-nek, hogy meg van hajlítva a szára, ezáltal több festéket vesz fel, és szőrkefével rendelkezik, amely még több festéket tart meg, tényleg a megakolosztális hatásért. Található a festék mellett mikroszemöldök szála a formulában. Ezáltal, akinek kicsit hiányosabb a szemöldöke, miniatúr szőrökkel feltölti. Nagyon különleges a kialakítás, igazából úgy néz, mint egy korrektor, csak kicsit világosabb, és tökéletesen hozzá lehet férni a szemöldök oldalához, alul és felül kell kiemelni, és aztán tényleg nagyon szép határozott szemöldököt lehet elérni. Az első oszlop, az nyilván az elszíneződéseket fedi el, a második az a bőrszín, azzal ki lehet keverni a saját tárgyalatunkat. A harmadik oszlopban pedig highlighter található, van benne egy világos árnyalat, illetve egy csillogó. Nemrég értem haza a Maybelline blogger találkozóról, és láthattátok a felvételeket, de azért most is mesélnék arról néhány szót, hogy mi is történt ott. Ennek az eseménynek az apropója most a New York Fashion Week volt, ahol a magyar Maybelline delegáció is képviseltette magát. Egyrészt kint volt Issa Kesti, aki most a Maybelline-nek a szépség nagykövete, hogyha jól tudom, és találkozhattok vele különböző videókban. Illetve ott volt Fazeka Sricsi is, aki sminkes, és sminkelt kint a New York Fashion Week-en néhány divat bemutatom. Először ők tartottak egy ilyen élménybeszámolót, meséltek arról, hogy hol jártak, miket láttak, úgyhogy nagyon izgi volt. Ezután megismerkedhettünk a Maybelline új termékeivel. Elég sok izgi dolog lesz, két új szempillaspirál, akkor új Fit Me alapozó,
krémes korrektor paletta, szemöldök termékek, szóval rengeteg szuper dolog lesz. És az igazán izgalmas rész csak ezután következett, elnézést, egy kicsit zihálok, ne haragudjatok, de ez a várandósággal jár. Szóval ezután négy csapatba kellett rendeződnünk, és mindegyik csapat választhatott egy make-up lookot, amit újra kellett kreálnunk. Meg volt adva, hogy milyen sminket kell készíteni, illetve hogy milyen termékekkel. Mi öten voltunk egy csapatban, és nálunk Nitu volt a sminkes. Neki egyébként van blogja és YouTube csatornája, és beteszem majd a videó alá. És ő valójában is sminkes egyébként, tehát ezzel is foglalkozik. Úgyhogy egy ilyen gyönyörű, ajakhangsúlyos sminket készített el, és tényleg nagyon ügyes volt, mert egyszerűen gyönyörű lett a smink, amit csinált. És Negilui Kittin kreálta egyébként meg ezt a sminket, az ő YouTube csatornáját is beteszem majd a videó alá. És a végén, amikor mindegyik csapat elkészült a sminkjével, akkor Fazekas Ricsi megnézte ezeket a sminkeket, és választott egy nyertest, és képzeljétek el, hogy a mi csapatunkat választott a nyertesnek, ami igazából szerintem egyedül Nitunak az érdeme, mert tényleg gyönyörű sminket készített, és abszolút megérdemelten nyert. Úgyhogy megmutatom mindjárt azt, hogy mit nyertünk ezzel a kis versennyel, illetve természetesen azt is, hogy mit kaptunk a goodie bagben. A sminkversenynek a nyereménye ez a kis Maybelline sminkes bőrönd volt, ami ilyen nagyon szép rózsaszín belül. Ha jól tudom, egyébként nem olyan régen volt a Müllerben valamilyen Maybelline akció, aminek a keretében hozzá lehetett jutni ehhez a bőrönthöz. Aztán mutatom, hogy mi volt a goodie bagben. Egyrészt ez a The Falsies Push-Up Angel szempillaspirál, aminek ilyen fésűszerű keféje van, és gyönyörű szempillákat csinál. Én már nagyon sok jót hallottam külföldiektől erről a szempillaspiráról. Aztán itt van még a The Colossal Big Shot szempillaspirál is, aminek inkább ilyen hagyományosabb ducit keféje van. Aztán kaptam egy Maybelline Master Camo krémes korrektor palettát, amiben különböző színű korrektorok vannak, illetve ez itt egy krémes highlighter. Aztán van itt még egy Brow Precise Fiber Filler, ez egy ilyen szemöldök termék, aminek az a különlegessége, hogy ilyen kis szálakkal dúsítja a szemöldököt, nagyon érdekes keféje van még. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogy fog működni. Aztán itt van az új Fit Me Matte Plus Poreless alapozó is, valamint a Fit Me korrektor, amit már jól ismerek és nagyon szeretek. Azt elmondták egyébként, hogy eddig csak 4 darab Rossmannban lehetett kapni ezt a Fit Me korrektort, de most már több üzletben is jelen lesz majd, úgyhogy remélhetőleg könnyebben le tudtok majd csapni rá, egyébként érdemes, mert tényleg nagyon jó. És van még itt egy Brow Precise Perfecting Highlighter, ez egy ilyen szemöldök highlighter, egy ilyen krémes stift tulajdonképpen. Ja, és kaptunk még egyébként egy Maybelline-es pólót is, ami most valószínűleg nem jönne rám, úgyhogy nem sokkollak titeket a látvánnyal, de nagyon tetszik ez is, úgyhogy szuper rendezvény volt. Szerda reggel van, és ma a Guerlain bloggel találkozójára megyünk, ahol egy új parfümöt fognak nekünk bemutatni, illetve a tavaszi smink újdonságokat is. Thank you.
Gerla. Ez a mon Gerla azt jelenti, hogy az én Gerla, nem franciául. Végre valahára hazaértem, aminek nagyon-nagyon örülök, mert baromira fúj kint a szél, és hihetetlenül kellemetlen idő van, de mindegy, nem az időjárásról akarok beszélni, hanem néhány szóban mesélnék erről a mostani rendezvényről. Szóval a Gerlennek a blogger találkozóján jártam, aminek a középpontjában a Guerlain új parfümje volt, ami a Mont Guerlain, és láthattátok a videóban, hogy ennek Angelina Jolie lett az arca, és ez egy nagyon-nagyon karakteres, intenzív illat. Eléggé édeskés, de van benne egy kis pikantéria, egy kis csavar. Nagyon nőies és nagyon érzéki, nekem nagyon tetszik egyébként. Négy fő illatjegye van, a Tahiti vanília, a szantálfa, a levendula, illetve, hogyha jól emlékszem, akkor a jázmin, hogyha minden igaz. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon, tényleg egy ilyen érzéki, nőies illat, és nekem nagyon bejött, kipróbáltam ilyen teszterem, meg a csuklómon is, és igazából mindenhogyan tetszett, eléggé tartósnak tűnik egyébként nekem, jó, mondjuk most van rajtam körülbelül, hát ilyen 3 órája, ez még annyira nem sok idő, de eléggé intenzíven érzem még most is a csuklómon az illatát. Illetve megnézhettük a Guerlainnek a tavaszi sminkújdonságait is. Ezeket nem mutatták be külön, de ki voltak rakva oda, tehát meg lehetett nézni, illetve ki is lehetett próbálni őket. És természetesen ezúttal is kaptunk egy kis ajándékot, mégpedig ebben a nagyon cuki dobozkában. Egyrészt megkaptuk ennek az új parfümnek, a Mont Guerlainnek a kis picike verzióját, egy ilyen nagyon cuki dobozban. Aztán kaptunk egy La Petit Robe Noir szempillaspirált, aminek nagyon tetszik a csomagolása. Illetve ez szerintem egy ilyen kis arany tetoválás akar lenni.